Kedves nézőink, bocsánat, maradunk a belpolitikánál, de most nem fogunk előválasztani. Német Attilát köszöntöm, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom szolnoki jelöltjét. Jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt kívánok, és köszöntöm a heti tévénézőit is. Azért mondtam úgy azt, hogy nem előválasztunk, mert hiszen az ISZOM azt mondta, hogy nem önállóan kíván, indulunk, önállóan kíván indulni, azaz csak jövőre fogja magát megméretetni. Hogy került az ISZOMhoz? Úgy kerültem az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom párthoz. Ez egy nagyon érdekes dolog, amióta megszületett a kislányom, azóta másképp látom a világot, és megalakult az ISZOM. És azt látom, hogy a nyugdíjasokkal, a minimálbérrel, a rendvédelmisekkel, a családokkal, a dolgozó emberekkel kezdtek el foglalkozni, és ez mai napig is így megy, így működik. És igazából ennyi, tehát a... Jó, én ezt értem, de azért azt azért... Mégiscsak mi vesz rá arra egy fiatalembert, mert egy fiatalemberről beszélünk, annak ellenőri, hogy már ugye apuka, hogy azt mondja, hogy igen, én ezt a dolgot bevállalom, én megmérettetem magam, vagy megkívánom méretetni magam. Ráadásul úgy, hogy azért Szolnokon így elsőre mondhatjuk azt, hogy nem biztos, hogy a legesélyesebb az ISZOM. Valóban viszont azt hozzá kell tenni, hogy Szolnok egy baloldali város volt mindig is. Engedje meg, hogy elmondjam, ami hatalmas nagy büszkeséggel tölt el engem is, tehát a saját személyemet, illetve az egész pártot, hogy szeptember 11-én, a második munkás büszkeség napján az ISZOM bemutatta a Kádár János tervet. A Kádár János terv az azért érdekes, mert az ő időszakában volt Magyarországnak a legnagyobb szociális felemelkedése, amire nagyon büszkék lehetnénk. Ezeknek az alap pillérkövei az, hogy bevezetésre kerüljön ma Magyarországon a havi nettó 250 ezer forintos minimálbér, a 150 ezer forintos nyugdíj, hisz azok az emberek, akik életük nagy részét kemény és becsületes munkával töltötték, hát igencsak anyagi biztonságba és nélkülözések nélkül kellene, hogy éljenek, illetve a családi pótlék gyermekenként 50 ezer forintra szeretnénk emelni, hisz a jelenlegi borzasztó 12.200 forintos családi pótlék. Ez nyilván tudja most, aki gyermeket nevel, főleg újszülöttet, hogy egy havi pelenkadíjra nem elég ez a családi pótlék, illetve nem utolsó sorban az oktatásban, a kultúrában dolgozóknak, a rendvédelmiseknek, katonák, tűzoltóknak, ezeknek az ágazatoknak 350 ezer forintos nettó minimálbért szeretnénk adni, illetve a lakhatási válság, ami Magyarországon hatalmas, ami nagyon el van uralkodva, a Kádár korszak idejében 34 év alatt szerkesztül több mint 2 millió bérlakás épült, az éves szinten 75 ezer lakás. Virágos. És most, hogyha megnézzük ezeket az arányokat, ezeket a statisztikákat, kimutatásokat, borzalmas, hisz éves szinten 15 ezer lakás épül, és nyilván ennek a kiútját, a lakhatási válság kiútját mi az állami bérlakásoknak az építésébe látjuk. Ez egy nagy terv, de meg kell valósítani. Jó, azt mondja meg nekem, legyen szíves, hogy mitől lenne jobb Szolnoknak? Hogyha úgy döntenének a polgárok, hogy már pedig mi Német Attilát küldjük a parlamentbe. Már csak azért is, több közéleti problémával foglalkozom 6 hónapja. Az egyik az a szolnoki tiszaszálló és gyógyfürdő. Na most tudni kell, hogy 2010-ben volt egy tulajdonos váltás, egy külföldi kézbe került az egész létesítmény, hozzáteszem, nemzetközileg elismert gyógyfürdő és szálloda. És 2010-ben ez megtörtént, és csak az ígérgetések mentek, sajnos semmi nem valósult meg. Úgyhogy én azt látom, és azt szeretnénk, hogyha ez nem sikerül, hogy megfelelően üzemeltesse a jelenlegi tulajdonos, akkor igazából közösségi tulajdonba kellene, hogy vegyük, állami vagy önkormányzat, és természetesen megfelelő módon kell, hogy ez üzemeljen.
Tehát Szolnok ékkövének, hogy is mondjam önnek, tehát jó gazdának kell, hogy legyen, gazdája kell, hogy legyen. Ez az egyik. El is készült a Facebookon egy oldal, ami szinte azonnal közel 3000 követőt hozott, a Mentsük meg a Tisza szállót címen. Tehát nem lehet kérdés, tehát nem lehet pénzkérdése a Tisza szálló. Következő olyan dolog, ami több mint 10 éves probléma Szolnokon, egy Véső úti illegális szemétlerakó. Ezt 10 év alatt nem sikerült? Nem sikerült senkinek megoldania ezt a dolgot. Ezt elmesélném, tehát egy gyors részletet mondanék róla. Bementem a városüzemeltetési ügyvezetőhöz, aki szinte kinevetett, és azt mondta, hogy javaslattal mentem be, hogy helyezzünk ki kamerákat, talán ez egy jó megoldás lehet, vagy megelőzés, és azt mondta, hogy nem lehet, mert a közvilágítás nem elég erős, nem látjuk az elkövetőt. Utána már az volt, hogy nem az ő hatásköre, hanem a MÁV-é, tehát a Magyar Államvasutaké, illetve nincsen rá keret. Aztán a városüzemeltetésért felelős alpolgármesterhez mentem be, megint csak javaslattal, neki már tetszett az ötlet. Ott már az volt, hogy az illegális szemét az egyik fele az önkormányzati hely, a másik fele viszont a MÁV-é, ezért a MÁV csomóponti vezetőséget is megkerestem. Ők is azt javasolták, ami az én javaslatom volt, és a végén az lett, hogy a polgármester úr a kérésemre az első kiinduló ponthoz, aki szinte talán mondhatom azt, hogy kinevetett ezzel a javaslattal, mégiscsak árajánlatot kértek kamera kihelyezésére, úgyhogy én erre például nagyon büszke vagyok, hogy ezt már el tudtam érni, hogy talán megoldás lesz, születik az illegális szemétlerakóra. Egy következő olyan dolog, a térségben van egy szinte hihetetlen kőtelek, ivóvíz problémával szenvednek. 1988 óta. Azóta mindig csak a problémák között van feltüntetve, a tervek között nincsen, és azért mondtam ezt az 1988-at, mert egy ottani lakos azt mondta, hogy 1988-ban, mikor gyerekek voltak, kimentek focizni, és azóta nem tudnak normális minőségű ivóvizet se a kútba, se az otthonukba inni. Ezek a szegény emberek fizetik a vízdíjat otthon, és naponta kartonszámra veszik az ásványvizet. Úgyhogy ez igen szolidaritás Magyarországért mozgalom, és annak én itt jelenleg a térségében a képviselőjelöltje, ezeket azonnal helyreállításra kell szervezni. És azt még azt hagyd mondjam el, hogy Huszti Andrea a pártelnökünket és Székely Sándor országgyűlési képviselőnket elhívtam tehát ide a térségbe, sőt aláírásokat is gyűjtöttünk, és nem volt ott se kérdés. Olyan sokan jöttek hirtelen oda, hogy mint képviselőjelölt utcafórumot kellett, hogy tartsak. Úgyhogy hál' Istennek nagyon pozitívak a visszajelzések. Tehát azért lenne jó az, hogyha én lehetnék ott a képviselőjelölt, mert önzetlenül csinálom a dolgomat. Világos. Jó, akkor azt tudom mondani, hogy kívánok önnek sok sikert, és kíváncsian várom majd, hogy mi lesz 2022-ben, ellenben most meg fogom magát fenyegetni. Csak még azért előtte fogjuk hívni, ha lehet, jó? Nagyon jó, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Köszönöm minden jót kívánok. Minden jót.